Sziasztok Ádám vagyok, a tech nézitek és az Acer Liquid z 5 okos telefont mutatjuk most be kívülről, amely az évelején bemutatott olcsó készüléke volna 5 hüvelykes kijelzővel a gyártónak, azonban azért vannak megkötések, hiszen nem kapunk erős farvet, nem túl jó a kijelző, azonban egy kívülről egészen meg kinéző készülékkel állunk szembe. Nézzük meg tehát kívülről hogyan is néz ki. Itt van az 5 szolos kijelző, amely alatt egy ö, hármas gombsor található, a megszokott androidos vezérlőgombok, ezek világítanak is sötétben, ezt hogyha bekapcsolom, talán látszik is, illetve hát most pont nem látszik, mert szerintem a fényerő nem indokolja, de egyébként igény esetén, hogyha szükség, á, így most látszik, hogy megnyomtam, itt látható fehéren világítanak, alul pedig ezen az íven van egy hangszórunk, felül fény és távolságérzékelő, előlapi kamera észerlogó, és illetve egy második hangszóró is elhelyezkedik. Sajnos azonban, ami probléma lehet, bár így úgy tűnik, hogy a szereó hangszórónk van, hanghatású is jár hozzá, ez sajnos nem igaz, felül a telefonbeszélgetéseknél üzemel a hangszóró, még zenehallgatásnál, telefoncsörgésnél az alsót fogjuk hallani, tehát nincs szó stereo zenehallgatási lehetőségről sajnos. A hátlap nem levehető, így a telefon oldalán a hangerőszabályzó gomb felett találjuk meg a SD kártyaszlot ajtaját. Ezen kívül felül van egy bekapcsoló gombunk, illetve egy jack, -jack csatlakozónk. Alul találunk egy micro USB-t, a mikrofon pedig egyébként itt van a hangszóró rácsába valahol elrejtve. A telefon bal oldalán pedig egy másik kis ajtó van, amelyet kinyitni egy kicsit nehézkesebb. De emögött látható kettő darab szimkártyaszlot található, hiszen ez egy dual SIM-es készülék. A Észak kiadta szép, mint egy verzióban is. A hátlap az ezüst színű, az akkumulátorunk beépített, van egy kameránk, amelynek a lencséje egész -egy szépen kiemelkedik a készülékházból, tehát pont így azon áll meg a telefon. Ha leteszük, viszont ahhoz képest annyira nem billeg. Mellette van egy mikrofon, kapunk vakut természetesen, illetve itt van ez az Észak Rapid Key-nek nevezett gomb, amely az LG G2G3-hoz hasonlóan egy hátlapi gombot kínált, bár egy bekapcsolás helyett extra funkciót ad. Itt például ilyen pillanatban a kamera indító, de ez is állítható, hogy mire e, funkcionáljon. Ezen kívül láthatunk egy DTS-Sound logót, néhány apró e, logót, ami szürke színnel fel van festve, szintén szürke hátlapra, így szinte csak fényben látszanak, valamint van egy észer márka jelzésünk is. A hátlap tehát nem levehető, alatta az akkumulátor beépített, és ennek köszönhetően egészen masszív, nem nagyon lecseg, nincs összeszerelési problémánk, illetve a kis ajtók sem nagyon akarnak kinyílni, tehát ilyen minőségbeli probléma nem mutatkozik a készülékházzal. Ez volt tehát az észer. Liquid Z5-ös okostelefon kívülről. Kövessétek továbbra is a tekettőt. Sziasztok!